Katisza ugye vásáros nominál is már tetőzött, most jelen pillanatban Záhonynál tetőzik, és itt a tározótól lefelé itt van másodfokú készültség, holnaptól pedig a tározó létközító feltöltése, ami ugye még hiányzik, vagy lehetséges, az fog megvalósulni. A Felső-Tisza vízgyűjtőjén volt olyan terület, ahol egy hét alatt 170 mm csapadék hullott. Többek között ez is okozta, hogy az elmúlt napokban újabb árhullám indult el a folyón. Ugye 2,5 hónap alatt ez az ötödik árvíz, vagyis a töltéseket is terhelő áradás alakult ki a Tiszán, és a mellék folyókon is helyenként. Ez ritkaság. Ennek oka az, hogy télen nem havazás van jellemzően, hanem az eső esik, és ha esik az eső, a hegyvidéki hólével egyesülve okozza itt nálunk az árvizet. Ez a mostani februári árvíz kiváltó csapadék két hullámba érkezett, ugye február 4-én, 5-én egy előkészítő árhullám vonult le, az készültséget nem okozott. A csütörtök pénteki csapadék, a múlt heti csapadékkal együtt viszont egy újabb árhullám vonult le, és ez, vagy alakult ki, és az vonul most le a Tiszán. A mellékfolyókon különösebben nem volt jelentős vízmozgás. Ez a Gergely-Ugornyai üdülőövezet Vásárosnamény mellett. Itt már tetőzött a Tisza, 765 cm-en volt a legmagasabb a vízszint, ami utoljára 2010-ben volt ennyi, illetve ettől magasabb a városnál. A Beregben vízpótlási céllal már zajlik a víz kivezetése. A beregi tározó területére van vízbevezetés, vízpótlási céllal. Ugye nem a nagy szegmens kapuk vannak megnyitva ilyenkor, hiszen itt csak jóval kevesebb vízhozammal kell tölteni a csatorna rendszert, amelyik ugye erdőknek ad vizet, holták feltöltés van folyamatban, mentett oldali holták feltöltés, illetve anyagnyerő helyek, amiből annak idején a töltések épültek, azok egy mélyebb területek lettek, kiépült hozzá a megfelelő csőzsilip, és ezeken keresztül töltjük, hogy folyamatban van a tiszai árhullámból a vízkivezetés, vízpótlási cél a csatornarendszerbe. Körülbelül 500 000 köbméter lesz így betározva. Nagyon kell figyelni a belvízhelyzetre is, mert ez, ugye, ahogy mondtam, lehet még csapadék, lehet még eső, és a már telített talaj nagyon könnyen kialakulhat, már káros vízelöntés. Az elmúlt napokban a Felső-Tisza vízgyűjtőjén már nem volt számottevő csapadék tevékenység. Az árhullámnak ezért érdemi utánpótlása nem érkezett. Így folytatódik az árhullám levonulása.